Megszületett az országgyűlési választás nem jogerős, de végleges eredménye Fejér megye 1-es és 2-es számú választókerületében. A külképviseleten leadott és az átjelentkezett szavazatok összesítése után nem változott a végeredmény egyik körzetben sem. Fejér megye 1-es választókerületében Varga Tamás, a Fidesz-KDNP jelöltje 21.456 érvényes szavazatot kapott, míg Márton Rolandra, a hatpárti összefogás jelöltjére összesen 18.994-en voksoltak. A mai napon a külképviseleteken leadott szavazatok számlálása történt meg. Ugye a mi választókörzetünk esetében az 56-os bizottság jelöltük ki ennek a számlálására. Ők reggel 8 órakor megkezdték a munkát, és jelentős munkát végeztek el, és 1800 körüli szavazatot kellett megszámolniuk és szortírozniuk az eredmény tekintetében. Megszületett Fejér megye 1-es számú országgyűlési választókerületében a végeredmény. Fejér megye 2-es választókerületében szintén 100%-os feldolgozottság mellett a Fidesz-KDNP jelöltje Törő Gábor szerezte meg a legtöbb szavazatot, 28.380-at, míg Fazakas Attilára 15.219-en voksoltak. Megszülettek a végleges eredmények, mely alapján ugye a jelölt, aki a legtöbb szavazatot kapta ugye a mai napon, megválasztottuk, Törő Gábor lett. A választási bizottságok által hozott határozatok egyelőre nem jogerősek, fellebbezni április 12-ig lehet. A hagyományokhoz hűen a palotavárosi tavakkal övezett park adott otthont a 8. fehérvári halünnepnek. Bár az időjárás az elmúlt héthez hasonlóan nem fogadta kegyeibe a rendezvényt, de így is 40 csapat jelezte részvételét a népszerű gasztró ünnepen. A megnyitón a Székesfehérvár helyőrségi zenekar játszott Merkl Róbert százados vezényletével, köszöntőt mondott Cserpalkovics András polgármester, Varga Tamás országgyűlési képviselő, valamint Vize Attila és Farkas László, a település rész önkormányzati képviselői. Azt hiszem, hogy a horgászoknak, az őket tömörítő egyesületnek ez egy nagyon jó kezdeményezése volt, hiszen közösségi program másik oldalon a halat és egyáltalán a halfogyasztást, az egészséges étkezést, ez nagyon jó és fontos gasztronómiai értékeket közvetít ez a rendezvény. Én bízom benne, hogy azért nem fog egész nap esni, és akkor akár innen a palotavárosból is, akár messzebbről is érkeznek majd ide emberek, családok, jól érzik magukat, mert hát elindul a tavasszal együtt pedig elindulnak azok a közösségi programok, amiket szeretünk. Az M. Tóth István emlékév keretében a Székesfehérvári Művészek Társasága és a Szent István Király Múzeum a Pelikán Galéria emlékkiállításra invitálta a képzőművészet barátait az alkotó születésének 100. évfordulója alkalmából. M. Tóth István festőművészként, grafikus művészként és tanárként is megkerülhetetlen alakja a székesfehérvári művészeteknek. Festményei és köztéri alkotásai számos helyszínen megtalálhatóak, és művei eljutottak többek között Finnországba, Japánba és Kanadába is. Művészeti tevékenységének elismeréséül 1979-ben Székesfehérvárért emlékérmet, 1982-ben Székely Bertalan díjat, 1997-ben pedig Fejér megye díszpolgára címet adományoztak számára. A tanításáról emlékek szólnak, hiszen ennek a kiállításnak van egy sajátossága, megszólítottuk Fehérvár lakosságát, hogy együtt emlékezzünk a pedagógusra, a művészre. A járvány miatti 2 év kihagyás után ismét megrendezte a tojásfestő maratont a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. Április 9-én szombaton a legkülönfélébb tojásfestési technikákkal ismerkedhettek meg a résztvevők. Az egésznapos programot az Egyesület a Rácz utcai kézművesek házában rendezte meg. A nap folyamán többféle tojásfestő és tojásdíszítő technikát sajátíthattak el a résztvevők. Lehetőség volt többek között berzselésre, írókázásra, és helyet kaptak a modern technikák is, mint például a textilragasztás. Emellett lehetett készíteni húsvéti ajándékokat és lakásdíszeket is. Nagyon sokféle dologgal várjuk a látogatóinkat. Vannak hagyományos technikával készített vagy díszített tojások, tehát lehet írókával tojást festeni, berzselni lehet ezzel, amikor növényként rátapasztjuk és hagymahéjba így színesedik a tojás, de vannak újabb technikák is, tehát úgy mondjuk, hogy ilyen moderne patchwork tojás, vagy horgolva van a tojás, vagy fából faragva van érdekesség, de sütünk húsvétre, akkor is mézes, tehát lehet csirkét, tojást, egyebeket a gyerekeknek kiszaggatni és díszíteni.